Ismét felszíve hozott egy országosan kiemelkedő tehetséget a tolnai asztali tenisz élet, már reflektorfény nélkül szerény lehetőségek között létező időszakában. Ő Balog Bence, aki már 9-10 évesen remek adottságokat mutatott fel magáról, egyébként az egykori tolnai felnőtt válogatottságig jutó kiválóság Balog Ilona unokaöccse ő, akit a klub fentmaradásáért fáradhatatlanul dolgozó Majzik Tamás edző fedezett fel és egyengedte útjait, aztán a híres nagynéni is bekapcsolódott a srác felkészítésébe. Az eredmény egyébként látványos, 4 év elteltével a serdülő korhoz érve is ott találjuk a korszerű kétoldalú támadójátékot bemutató Balog Bencét korosztályában az ország 3 legnagyobb tehetsége között, kinőve ezzel bizony a tolnai lehetőségeket. Miben fejlődtél a legjobban, hogyha bemutatnák most 2 évvel ezelőtt egy videót, amikor itt meccselsz, vagy éppen a nagynénéddel játszol? Tehát mennyivel lenne más Balog Bence? Hát szerintem technikailag mindenképpen, akkor a kondícióban abban biztos, és még hát igazából ennyi, ezek a főbb dolgokban mind. Nehéz szívvel búcsúzott a közelmúltban a tolnai edzőteremtől a nyár végén. A pingpong miatt ugyanis egy pécsi, az ottani egyetemhez tartozó sportgimnáziumban folytatja az általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányait Balog Bence. Nagyon szeretek ide bejárni, igazából igen, itt kezdtem el, ide köt minden. Ennek az egyesületnek köszönhetem, hogy válogatott vagyok. Folyamatosan bíztattak, hogy járjak többet edzésre, ugye eleinte csak heti 1, akkor utána a heti 2-3, és a végén a heti 5-6 már benne volt. Ott lesz Balog Bence a pécsi férfi extraligás és NB1-es csapatok utánpótlás holdudvarában, biztosított a fejlődését szolgáló minőségi edzőpartnerek folyamatos jelenléte. 3 edző is foglalkozik vele a hétköznapokon, illetve a hétvégi mérkőzéseken. Hétfőtől péntekig immáron 7-szer gyakorol. Még eligazolása előtt egyébként a kolozsvári Európa-bajnokságon tavaly a nemzetközi szintre is belekóstolhatott. Ott már nem voltak gyenge játékosok, mindenki megütött egy szintet. Azt vettem észre, hogy még ennél is többet kell edzeni, jobban hajtani. A pluszokat ők is ugyanúgy beleteszik, ahogy mi próbáljuk, meg mi tesszük bele. Igazából itt már csak egy-két javítani való van a nemzetközi mezőnyhöz képest. Miben érzed lemaradva magad még, amit talán edzéssel pótolva? Például a kondiban még mindig, pedig abban már sokat fejlődtem, ők azért sokkal gyorsabbak, erősebbek fizikailag még, de ezeket próbálom mind megoldani. A válogatottban ott tudsz maradni, tehát a klub edzés mellett milyen feladatok várnak rád 2018-19-ben a serdülő válogatott tagjaként? Hát jövőre én leszek a 2. ember a válogatottban, serdülőben. Megpróbálunk a nemzetközi mezőnyöken bejutni 8 közé, 4 közé, minél jobban teljesíteni, hogy a jövő évi Európa-bajnokságon minél jobb pozícióból induljon a csapat, és én is egyéniben. Kolozsváron milyen volt sikerélmény, tehát hány meccset nyertél, tudtál meccset nyerni, és mi jelentette a végállomást egyéniben? Igen, tudtam meccset nyerni. Viszont egy nagyon jó olasztól kaptam ki, Olaszország második emberétől. Ő azért idősebb is nálam 2 évvel, vagyis 1 évvel. És egy papírforma volt. Igen, papírforma volt. Hogy látod az ő fejlődését, hogy felnőtt korban is ott legyen a legjobb 5 magyar játékos között, mint ahogy most serdülőben már ott? Hát ez nagyon sok időnek el kell telni ahhoz, hogy hát szerintem ifikor végén lehet majd megmondani, hogy benne van-e az, hogy a legjobb ötbe legyen, mit tudom én, még 15 év múlva is. Tehát az csak rajta múlik szerintem. Hozzáállásával, motivációjával nem lesz gond a későbbiek során sem, a tehetség ugyebár adott. Ahhoz is, hogy bővüljön a tolnáról elindult, élvonalig, sőt nemzetközi szintig eljutó, ismertté vált asztali teniszezők névsora.